Tiszteletem az érdeklődőnek, M3 autóparkban vagyunk, és egy Citroen Jumper kis teherautót nézzünk meg, 1995-ös, és 85 lóerős dízel motor van benne. Megnéztük, hogy hogy indult be a szerkentyűnk, ez tökéletesen indul, nagyon szépen jár benne a motor. Az autó belsője nincs lelakva, teljesen rendben van, szép a belseje, és kultúrált, normális, jó gazdája volt. És műszakilag rendben is van az autó. Egy rádiómagnót találtam benne, van benne riasztó is az autóban. Ez biztos, mert előbb üvöltött, mint a sakát. Aztán az ülései így néznek ki. Mondom, tehát a vezető fülke teljesen szép, tökéletes, jó állapotú. De ez a kívül is el lehet mondani. Ő is teljesen szép és mutatós darab. Korához képest szerintem túlságosan is szép a szerkezet. És jó magas a belső tere, tehát ez így néz ki. Nem ipari célra használták, egy kis szerszámkészleteket forgalmazó cégé volt az autó, nem volt túlterhelve. Nagyon szép a belső kárpitozása, látszik, hogy csak éppenséggel gyalog mentek föl, mint ahogy én is most, és szépen el lehet benne férni, tehát szerintem kb. 2 méter magas a magassága ennek az autónak. Itt van a tolóajtó. Erről az oldaláról is meg tudjuk nézni, meg lehet közelíteni, nincs összetörve az autó, abszolút nincs összehorpasztva, abszolút különben teljesen jól néz ki az autó. Aztán be is csukom itt a hátulját, ez le van belülről sötétítve, senki nem látja, hogy mit szállítunk benne. Nézzük meg még a motorterét, a gumik jó állapotúak, használhatóak teljesen, több mint egy év műszaki van rajta, és ilyen szépen jár ez a kis 2.5-ös dízelmotor. 100 amperórás aksi van benne, ezt nem régen cserélték benne. Itt van a riasztóegység. Szerintem így nagy vonalakból ennyit tudtam elmondani. Szélvédő épp, nincs összetörve, nincs behasadva. Az autó rendben van, működőképes és használható, megbízható szerkezet. El kell jönni hozzánk itt az M3 autóparkba. Budapest 15. kerület, Szent Mihály 90 számba. Itt megtalálnak minket ebben a faházban. Segíteni fogunk. Jöjjenek el hozzánk, viszontlátásra!